Szeretettel köszöntök ma is mindenkit. Anuka 8. napját ünnepeljük, 8 gyertyát fogunk gyújtani. Már most előre elmondom, hogy jövőre december 7-én találkozunk. Akkor kezdődik a Hanuka. Most megkérem a nejemet, ő is gyújtson gyertyán. Megkérem Wunderlich Gábort, az operatőrt, aki majd minden nap itt volt, és közvetíti egyenesben, hogy ő is gyújtson gyertyát. Igen. És ezzel kell meggyújtani. Igen. Megkérem Domján Juditot. A két önkormányzati képviselő van jelen, Hargitay Zsuzsa az egyik. Szemző Áron a másik. Hanuka egy poszttórai ünnep, nem szerepel a Tórában, Mózes 5 könyvében, és a Héber Bibliában, a 24 könyvből álló Héber Bibliában sem szerepel olyan könyv, ami erről szólna. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a Purim ünnepéről például, amikor a Perzsa Birodalomban akarták a zsidókat kiirtani, az is egy poszttórai ünnep. Arról szól Eszter könyve, vagy vannak olyan zsidó ünnepek, amelyeken egy-egy meghatározott könyvet kell elolvasni, de ezen az ünnepen nincsen. Nincsen ilyen könyv, és ez azért különösen érdekes, mert van Makkabeusok könyve, és ez része a keresztény Bibliának, csak pont a zsidó Bibliának nem. És ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, hogy vajon miért nem része. Több magyarázat van erre. Az időszámításunk előtti második században történt eseményeket meséli el a Makkabeusok könyve. Egy időszámításunk előtti második században történt
szabadságharcra, vagy polgárháborúra emlékezünk. A görög hellén Szeleukida birodalom meg akarta semmisíteni a zsidó államiságot, le akarta győzni a zsidókat, a zsidó vallást akarta tulajdonképpen megszüntetni, és 250 évvel később, az időszámításunk szerinti első században történt a Héber Biblia kanonizációja, az időszámításunk szerinti első században határozták meg a rabbik, hogy mik azok a könyvek, amik bekerülhetnek a Héber Bibliába, és mik azok, amik apokrif iratok maradnak. De nagyon sok vita volt például az énekek énekéről, mert az annyira egy szinten helyenként már erotikus szerelmi történet, hogy gondolkodtak, hogy szabad-e bevenni, vagy nem szabad, és akkor azt mondták, hogy ez igazából az örökkévaló és Izrael népe közötti bensőséges kapcsolat. Ugyanez volt a vita a keresztényeknél is, hogy beszabad-e venni a keresztény Bibliába az énekek énekét, és akkor azzal érveltek, hogy ezek a szerelmi jelenetek valójában Jézus és a keresztények közötti szimbolikus érzelmek, tehát be lehet venni. Az első században határozzák meg, hogy mik azok a könyvek, amik kanonizálhatók, és az első században már a rómaiak leigázták a zsidókat, ugye már elpusztították a jeruzsálemi szentélyt, ez az, aminek egy fala áll mai napig Jeruzsálemben, ez a nyugati fal, vagy siratófal, és ekkor már nem állt a szentély, nem volt zsidó államiság, és azt mondták a rabbik, hogy nagyon rossz lenne az optikája, hogyha ebben az időszakban egy olyan könyvet vennénk be a Héber Bibliába, ami egy sikeres felkelésről szól, az elnyomók elleni győzelmes háborúról, mert akkor az emberek lelkét feltüzelnénk, és akkor ebből probléma is lehetne, hogyha ezt a gondolatot így elültetnék a fejükben, és akkor jobb békésebb, jobb a békesség alapon inkább ezt kihagyták. Viszont a Septuaginta, a görög fordítás pedig tartalmazza, úgyhogy nagyon érdekes, hogy ez az az ünnep, amiről szóló könyvek a zsidó kánonban nincsenek benne, de a keresztény kánonban benne vannak, és azért most ezt a példát hoztam, mert pont ma van karácsony első napja is. Ugye tegnap este kezdődött karácsony, de az, hogy tegnap este kezdődik, ez is egy zsidó dolog. A Teremtés könyvében az áll, hogy Vajjere, Vajboker, Jomehád lett este, lett reggel egy nap. És először az este lett, utána reggel, ezért a zsidó időszámítás szerint az estével kezdődik a nap. Minden nap előző este kezdődik, a szombat, a sábesz, ezért péntek este kezdődik, és az előeste dolgot átvették a keresztények, és a 25-én kezdődő karácsony, ezért 24-én este kezdődik. Úgyhogy én ezen a napon, Hanuka 8. és karácsony első napján mindenkinek nagyon boldog Hanukát, nagyon boldog karácsonyt, mindenkinek nagyon-nagyon boldog ünnepet, és a család körében töltött boldog időszakot kívánok, és majd egy hét múlva kezdődik a polgári új év, hogy mindenkinek nagyon jó évet, boldog új évet és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen! Jövőre december 7-én fogjuk az első gyertyát meggyújtani. Várunk vissza mindenkit!